MIC zenekart látva, hallgatva kis szegedi rocktörténelmi utazást tehet az ember, hiszen ezen a néven a 80-as és a 90-es évek szegedi könnyű zenei kultúrájának meghatározó személyiségei közül hárman álltak össze újra. A tagok hajdan többek között a CPG, a 88-as csoport, a Boldog Idők, a Rossz Passz vagy éppen a CIT zenekarokat erősítették. Az új formációban Nagy Zoltán, közismertebb nevén Kutyi dobol, Tátrai János, azaz Tátó basszusgitározik, Csalner András Erik pedig a formáció szólógitárosa. Szabadidős zenélésnek indult, hogy így nem is tudom, összetalálkoztunk, összefutottunk egyszer valahol, mert nagyon sokáig nem is találkoztunk, tehát így. És akkor összetalálkoztunk és megbeszéltük, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk megint zenélgetni. De úgy, hogy hangszerünk sem volt már, meg semmi. Tehát akkor újra elkezdtünk, vettünk valami ócska gitárt, meg nem tudom, ez régi dob, meg ez az, és akkor elkezdtünk csak így vasárnaponként zenélgetni. És akkor, hogy mert milyen jó. És akkor mindenféle ilyen régi számokat megpróbáltunk újra megcsinálni, akkor ilyen olyan Beatles, meg akármilyen számokat, amiket így szerettünk, így megpróbáltunk eljátszani, de úgy nem igazából, csak ilyen tényleg vasárnap van, aki pingpongozni jár, van, aki squasholni, mi meg zenélgetni. És akkor utána egyre komolyabb hangszereket kezdtünk újra venni, elkezdtünk számokat írni. Elkezdtünk szövegeket írni rá, és akkor egyszer csak, amikor már ezt két éve műveltük, vagy hogy, mert ez olyan 2013 magasságában volt. És akkor egyszer csak egy régi ismerőse, egy összefutottunk, hogy nem akarunk a rockklubba játszani. Miért ne? És akkor először játszottunk a rockklubba, de akkor még csak egy saját műsorból ilyen 20 percnyi volt, vagy ilyesmi, vagy 30, nem tudom. És akkor annyit játszottunk, és akkor jó volt. Nyilván régen nagyon sokat koncerteztünk. És akkor ugye elkezdtünk, és akkor egyre több helyre hívtak, hogy nem akarunk itt is, ott is, aztán mi kerestünk meg helyet, és akkor most így elkezdtünk így játszogatni, tehát nem akarunk ebből semmi komoly dolgot valójában, de úgy nekünk is jó, meg úgy látjuk, hogy másoknak is azért tetszik. És hogy kik azok, akiknek tetszik? Kik járnak MI3 koncertekre? Nagyon vegyes. Meg most még kicsi a közönség, tehát olyan túl sok koncertünk nem volt. Nincs egyértelmű stílusunk. Tehát majd hallani fogjátok, hogy minden számunk más stílusú, sőt, ugyanis örömzene, tehát olyan, hogy valamelyikünknek eszébe jut egy ötlet, akkor lehozza próbára, és akkor kidolgozzuk. És ez lehet, hogy éppen beat, lehet, hogy jazz, lehet, hogy valami progresszív rock-szerűség, sőt, olyan is van, hogy egy számon belül több stílus is keveredik, vagy akár egy frazírba több stílus keveredik. Tehát ez teljesen változó. Emiatt aztán nincs olyan, hogy mondjuk aki a regit szereti, az eljön, mert regit játszunk, vagy aki a, mit tudom én, punkot szereti, az eljön, mert punkot játszunk, mert nincs ilyen. Tehát mindent játszunk, vagy minden félét játszunk, de ez mind saját szám persze. És ebből egy ilyen, hát ahogy szegény Szurdi Zsolt nevezte a zenénket már a Rossz Passz idejében, és olyan eklektikus zenét játszunk, tehát olyan mindenféle stílus van benne. Ez úgy kialakul. Van néhány a régiek közül is, akik így jöttek, hogy na megint játszunk, de újak is vannak szép számon, akik úgy érdeklődnek, hogy na hát de jó ez. Az MI3 akármennyire is eklektikus a stílusa, kifejezetten egyedi hangulatot áraszt. A hangulatát elég erősen meghatározza mondjuk a 12 úros elektromos gitár, amin játszom, ami egyszerűen úgy jött, hogy egyedül vagyok gitáros, ugye trió formációban játszunk, és hogy tölteni kéne. És én nem akartam nagyon sok effektet meg mindent, de valami tiszta gitárhangot, de ahhoz meg egy 6 úros gitár, az kevés lenne. Mi lenne, ha megdupláznánk a órokat? Vettem egy 12 úros gitárt, és tényleg sokkal többet tölt, viszont nagyon jellegzetes hangzása van, és minden számban ezen játszom, emiatt ez már eleve egy hangzást ad, mint hogy egy énekesnek az ének hangja jellegzetes, és meghallod, és tudod, hogy na ez Sting, aki énekel, akkor itt meghallod, na ez egy 12 úros gitár, ami szól. Thank you.
számaink szövege az angol. Ez egy olyan döntés volt, amit talán én erőltettem kicsit, de van benne egy olyan, hogy ugye, mint ahogy az operának a nyelve az olasz, hogy jól hangzik az bármilyen nyelven, teszem azt finnül vagy szlovákul is, de igazán olaszul hangzik jól. Ugyanígy szerintem a könnyű zene, főleg a könnyű zenének ezek az ilyen, hát ez a rock, blues, stb. Alapú könnyű zenék igazából angolul hangzanak jól. Olyan nagyon-nagyon mélyen szántó gondolatú szövegeink, mint József Attilának, ugye a híres rock and roll szerzőnek, nincsenek, úgyhogy végül is majdnem mindegy, tehát hogyha nagyon érteni akarja a közönség, a Facebook oldalunkon fönt van a szövegkönyvünk, ahol megtalálhatók a szövegek, ha valaki tényleg kíváncsi rá. Zene autentikusabban, jobban hangzik, jobban az angol nyelv dallama erre, jobban megszokta a fül, igazából ennyi. Amivel küszködtek a 60-as évek beat zenekarai is tulajdonképpen, és Brody hozta be azt, hogy kell hangsúlyos szótag legyen, hangsúlyos hangon, hosszú hangon legyen, hosszú szótag, stb. Tehát, hogy mégis jobban hangozzék az én magyarul is. De valahogy mégis az angolt szokta meg az ember. Mindezek ismeretében nem véletlen az sem, hogy az együttes neve is angol. Mindenféle ötlet volt, ugye mind a hárman eléggé kopaszodunk és le is vágjuk egészen rövidre, úgyhogy előkerült a hajszál híján és hasonló ilyen remek ötletek. Ez az MI3, ez nyilván, hogy mi hárman, mert hogy mi hárman játszunk, meg egyébként az is jó volt, hogy az MI3 az a Military Intelligence-nek, tehát ennek a brit nem tudom, katonai titkos szolgálatnak az egyik szekciója volt a világháborúk alatt. Ez utána megszűnt, illetve beolvadtak ezek a rengeteg valami 10 vagy 20 valahány ilyen szekciója volt, és ez beolvadta az MI6-be, a híres hírszerzésbe, de az MI3 volt az, amelyik a háborúk alatt Magyarországért, többek között Magyarországért volt felelős. Tehát tulajdonképpen valahogy autentikus olyan szempontból, hogy kicsit ilyen James Bondos is, tehát ilyen kicsit sejtelmes is, meg azért Magyarország is benne van, meg mi hárman is benne vagyunk. Az MI3 szabadidős zene, és ez a tény meghatározza a zenekar terveit is. Hagyjuk, hogy történjenek velünk a dolgok. Tehát az egész úgy is kezdődött, úgy is folytatódott, és most is úgy van, hogy igazából ha adódik lehetőség valami fele, most nem tudom, hogy éppen mi fele fog majd, akkor mi megyünk tovább, semmit nem erőltetünk, nyilván ahonnan kedvesen fordulnak hozzánk, meg felénk, ott nagyon szívesen játszunk, meg segítünk azzal, hogy megpróbálunk jó kedvet vagy jó hangulatot bevinni, de nem tánczene, meg nem semmilyen, tehát nem bulikat tartunk, meg nem
Tehát ne, lagziban ne hívjon senki. És nincs ilyen, hogy most konkrétan a Wembley-be akarunk játszani. Annak idején volt, de hát azt a Wembley-t már le is bontották, ugye már 20 éve édes tovább, vagy valami ilyesmi, úgyhogy semmi. Jól érezzük magunkat. Kérdés, hogy vajon össze lehet-e hasonlítani a 25-30 évvel ezelőtti szegedi amatőrzenekarok lehetőségeit a maiak helyzetével? Kezdenek azok a helyek kiveszni, ahol lehetőség lenne, meg kezd az érdeklődés csökkenni valahogy. Tehát az amatőrzene iránti érdeklődést úgy érzem, hogy csökkent az utóbbi években. Most már meghazudtolnám magam, mert most meg éppen szerintem fölfele ágban van. De lehet, hogy csak azért, mert én nem nagyon jártam az utóbbi 20 évben még szórakozó helyekre se. Tehát lehet, hogy mivel most elkezdtem járni, meg koncertezünk, ezért most egyre több embert látok járni ilyen helyekre, de úgy érzem, hogy ha direktbe kéne összehasonlítani a 20-25 évvel ezelőtt, meg a mostanit, szerintem sokkal élőbb volt 25 évvel ezelőtt, mint most. Ahhoz azonban, hogy MI3-t hallgassunk, nem feltétlenül kell koncertre járnunk. Készülnek fölvételek, tehát van fölvevőnk, mi ilyen kvázi stúdió körülmények között próbálunk fejhallgatókkal, tehát nem hangos próbákat tartunk, és többnyire föl is szoktuk venni, csak azt még össze kell keverni, az macera, mert csomó számot így vettünk föl, Soundcloudon, az YouTube-on, Facebookon vannak fönn videók, meg hangfölvételek, meg vannak összekeveretlenek számolatlanul itt-ott háttértárolóinkon otthon. Olyan igazi stúdió fölvétel, ami hogy olyan minőség, hogy na ezt a rádióba eljátsszák, egyrészt nem is akarunk ilyesmit, de olyanunk nincsen, de olyan szintű, hogy az unikáink meg tudják hallgatni, olyan szintű van már egy csomó.